Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Duplán teljesítették a célt, több mint 200 főt sikerült munkához juttatni Tolna megyében. Előbb kezdenék a földmunkát, finn mintát alapul véve gyorsítaná a kormány Paks 2 építését. Évtizedes problémát rendeznek, felújítják a Szekszárdi Szakképzési Centrum egyik városközponti épületét. 2020 nem a Kánaán éve lesz Dombóváron, hitelfelvételről döntött a képviselőtestület. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A munkaerőpiaci reformprogram részeként országosan 33 ezer álláskereső jutott munkához, és mintegy 90%-uk ma is dolgozik. Novemberig Tolna megyében 201 főt sikerült közvetíteni a munkaerőpiacra. Ez kétszer több, mint az eredetileg kitűzött cél, hangzott el a szekszárdi munkaerőpiaci reform végrehajtásának gyorsításáról és a foglalkoztatási osztályok átalakításáról szóló tájékoztatón. Egy nagyon érdekes és szerintem pillanatnyilag speciálisnak tekinthető program. Horváth Kálmán kormány megbízott nyitotta meg azt a sajtótájékoztatót, ahol a munkaerőpiaci reformprogram Tolna megyei kivitelezéséről és elsődleges részeredményeiről számoltak be Szekszárdon. Elhangzott, a cél az, hogy a jövő március végén záruló reformprogram országos szinten összesen 50 ezer olyan embert juttasson munkához, akiket 3 hónapnál tovább foglalkoztatnak. Ez azoknak az álláskeresőknek nyújt segítséget, akik a leghamarabb mobilizálhatók és helyezhetők el az elsőleges munkaerőpiacon. Másokat más módon támogatnak, mondta a pénzügyminisztérium munkaerőpiaci reform és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Ebben a munkában fontos szerepük van a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályainak és a járási hivatalok munkatársainak, így az ő munkavégzésükben is változások történtek. A programnak az is célja, hogy azokat a bürokratikus elemeket, amelyek jellemzik sajnos időnként ezt a munkaterületet, igyekezzünk kiküszöbölni elektronikai más jogi eszközökkel, de ugyanakkor jobban irányítsuk rá néhány területre a kedves munkatársaknak a figyelmét. Ezek a válti kapcsolattartás, legyen ilyen kollega, akinek csak az a dolga, akinek ne adjanak más megbízást. Jó esély van arra, hogy a programba bevont álláskeresők száma országosan 20-25%-kal több lesz a tervezetnél. Decemberig Tolna megyében 100 főt kellett a munkaerőpiacra közvetíteni. A novemberi mérések eredményei alapján a kitűzött cél megduplázódott. 201 álláskereső jutott munkához. A programot folytatjuk akkor is, amikor az OFA navigátorai elhagyják a megyét. December hónapban ők elmennek tőlünk, és az 5 új megyéhez fognak segítséget nyújtani, viszont a program továbbra is folytatódik. Az újonnan beérkező álláskeresőket ugyanúgy szegmentáljuk, és ugyanúgy igyekszünk a munkáltatóknak beérkezett munkaerőigényeit kielégíteni. A magyar munkanélküliségi adatok az egyik legjobbak az Európai Unióban. Több mint 4,5 millióan dolgoznak az országban, a foglalkoztatási ráta 70% fölötti. Finn mintát alapul véve gyorsítaná fel a kormány Paks 2 építését, a legszigorúbb szabályokat szem előtt tartva. Erről beszélt stábunknak Süli János. A tárca nélküli miniszter azt mondja, a földmunkákat szeretnék azelőtt elkezdeni, hogy maga az atomerőmű megkapná a létesítési engedélyt. Finnországban ugyanígy építenek erőművet, és a munkák ott jól és biztonságosan haladnak. Akár hónapokkal korábban is megépülhet Paks 2, ezen dolgoznak a magyar szakemberek és a kormány. Ehhez arra van szükség, hogy elsőként módosítsák az atomerőművel kapcsolatos területelőkészítési munkákat is szabályozó kormányrendeletet, a szigorú előírásokat betartva, így még a létesítési engedély kiadása előtt el lehetne kezdeni a földmunkákat, például a reaktornak szánt hatalmas gödör kiásását. Az eljárás nem új keletű sem itthon, sem az Unióban. Finnországban ugyanígy kezdtek el kiásni egy erőműnek szánt gödröt. A munka ott már lassan egy éve folyik. Magyarországnak pedig korábban már engedélyezte az Európai Bizottság, hogy a szerződésben eredetileg rögzített ütemtervtől eltérve korábban kezdődhessen meg a felvonulási épületek kivitelezése. A hivatalos építkezés az onnan számít, mikor az első betont az alapgödörbe öntjük, tehát mikor elkezdjük az alaplemez betonozni. És annak pedig feltétele,
hogy a létesítési engedélyt megkapjuk, tehát nincs semmi lazítás, meg eltérés. A földmunkákat tehát a legszigorúbb szabályok betartása mellett kezdenék meg, mondja a tárca nélküli miniszter. Nem lazítunk semmit, szóval magára az engedélyezés a főépületre ugyanúgy fog történni. Tervezette jövő év 6-30-án beadjuk az engedélyt, és akkor 15 hónapja van a hatóságnak, hogy elbírálja, ha minden flottul megy. Mi azt szeretnénk elérni, hogy a földmunkákon kezdjük meg az engedélyezés fázisába. A mostani tervek szerint Paks 2 a földmunkák hamarabbi megkezdésének köszönhetően akár 10 hónappal korábban is megépülhetne a tervezetnél. Süli János, a Tolna megyei mérnöki kamara elektromobilitással foglalkozó szakmai napján is felszólalt, a tárca nélküli miniszter az elmúlt hónapokban elért a paksi bővítéssel kapcsolatos fejleményekről számolt be, kiemelve, hogy szeptember végén megkapták az orosz féltől a műszaki terv dokumentációt, ami az előfeltétele annak, hogy 2020. júniusában benyújthassák Paks 2 létesítési engedélykérelmét. A szakmai napon a miniszter mellett főként villamosmérnökök szólaltak fel, akik különböző elektromos hálózatokról tartottak előadásokat. Részben az energia termelés különböző fejlődéseit mutatjuk be itt előadók előadásain keresztül, majd az energia felhasználás lehetőségeit, amelynek részei lesznek az elektromos autók is. De ebben az energia termelési ágazatban benne van a Paksi atomerőmű, annak bővítési lehetősége a Paks 2-vel kapcsolatos jelenlegi ismeretek elsajátítása. Szakemberek dolgoznak a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma B épületének alapmegerősítésén. Az ingatlan elé a Széchenyi utcában egy évtizede kellett faszerkezetet ácsolni, akkor derült ki, hogy megsüllyedt az alapozás. Most első körben ezt javítják ki, de a tervek között az ingatlan teljes felújítása is szerepel. Széles lyukakat fúrtak a szakemberek a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképzőiskolája és Kollégiuma B épületének fala alá. Ezek segítségével állítják majd meg az épület alapzatának süllyedését. Tábla hirdeti, hogy az ingatlant 1910-ben adták át, és hogy híres festő és grafológus is tanult itt. Egy évtizede derült ki, hogy megsüllyedt az alapja. Akkor fa szerkezetet ácsoltak ide, hogy a járdára semmiféleképpen ne omolhasson vakolat. A városképi szempontból is fontos ingatlan azóta várt a felújításra, egészen idáig. Ez egy nagyon látványos dolog, amit mindenki, aki elhalad itt a városban az épület előtt látja. Falfülkéket vágnak a falba, azon keresztül átfúrják az alapot, és betoncölöpöket sajtolnak le egészen addig, amíg megfelelő szilárd talajt nem érnek el. Így lehet tulajdonképpen a teljes épületnek a mozgását megállítani. De nem csak az utcafronton, az épületen belül is folyamatosan dolgoznak a szakemberek. Most az alap megerősítése az elsődleges feladat, de a tervek között szerepel az is, hogy az egész épületet felújítják, sőt lecserélik a berendezést és digitális oktatási eszközöket szereznek be. Amikor a források biztonsággal rendelkezésre állnak teljes körűen, akkor tudjuk pontosan beütemezni az épületnek a további felújítási ütemét, hogy mikorra is készül el. Én a magam részéről, de ez az én vágyam inkább csak. Én nagyon szeretném, hogyha ha a következő évben, vagy legkésőbb 2021-ben teljesen meg tudna újulni az Adinak a B épülete. Az első körben elvégzendő alapozási munkálatokkal a tervek szerint viszont még idén elkészülnek a szakemberek. 2020 még nem a Kánaán éve lesz Dombóváron, jelentette ki Pintér Szilárd, a város polgármestere, a képviselőtestületi ülést követően. 200 millió forint hitel felvételéről döntöttek, erre a költségek fedezésére van szükség. 2500 méteren újul meg a járda Dombóváron jövőre. A 127 ezer darab térkövet a helyi gyárban gyártják majd le. Ezt és a járda felújítási munkáit
25 közfoglalkoztatót végzi majd a város programja keretében. Jövőre is folytatódik ugyanis a közfoglalkoztatási program, aminek része a mezőgazdasági start program is, amiben 5 fő vesz majd részt. A program megvalósításához közel 8 millió forint önerő szükséges, amit csak önkormányzati támogatásból tudnak finanszírozni. Ezt megszavazta a képviselőtestület legutóbbi ülésén. A város vezetése döntött a Tinódi Ház közművelődési non-profit Kft. Új ügyvezető igazgatójáról, a Dombó Média Kft. Megszüntetéséről és a végelszámolási eljárásáról is, valamint új vezetőjéről és megbízási díjáról is. Szaboné Rambala Gabriellát bízták meg az ügyvezető igazgatói feladatokkal. A Tinódi Házat ma tudtuk véglegesen megtárgyalni, illetve tudtunk végleges döntéseket hozni. A Tinódi Ház és a Dombó Média azért alapvetően nem él önálló életet, hiszen mind a két szervezetnek ez idáig ugyanaz volt az ügyvezetője. A Dombó Média tárgyában már ugye meghoztuk a határozatot, felfüggesztettük a működését, és 19. december 31-én megkezdjük a végelszámolását. A Tinódi Ház tekintetében ügyvezetőasszonynak a szerződése december 31-én lejár, képviselőtestület kezdeményezte, hogy december 1-jel mentsük el a munkavégzés alól, és jelenleg és oda dolgozó kollégát pedig bízunk még átmenetig a vezetésével. A dombóvári képviselőtestület 200 millió forint összegű folyószámla hitelfelvételéről is döntött. A város csak így tudja a költségeit fedezni, mondja Pintér Szilárd. Fontos döntés, de nem örömteli, hiszen az önkormányzat 200 millió forint folyószámla hitellel tudja csak évről évre a gazdálkodását megoldani. Likviditási problémáink 2020-ban sem lesznek alacsonyabb mértékek, mint 2019-ben voltak. Ez a döntés akkor lett volna örömteli, hogyha 25%-kal 50 millió forintot tudtuk volna legalább csökkenteni, de sajnos az eddigi tapasztalataink és számok azt mutatják, hogy 2020-ban még nem a Kánaán éve lesz Dombaváron. A Kaposmendi Terület és Vidékfejlesztési Társuláshoz kapcsolódó munkaszervezési feladatokról is határoztak az ülésen. Így mostantól a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el a hivatali feladatokat Attala község önkormányzata, illetőleg Csíkos-Tötös község önkormányzata vonatkozásában is. Végérvényessé vált, hogy Bátaszék rendezi jövőre az Euromóka elnevezésű nemzetközi játékot. Ez is téma volt a város képviselőtestületének első rendes ülésén. 1993-ban már rendezett a város ilyen programot. A verseny hasonlít a korábban nagyon népszerű Játék határok nélkül címet viselő televíziós vetélkedő sorozathoz. A program a Bátaszék városnapja rendezvénysorozat része lesz 2020. júliusának első hétvégéjén. Most úgy tűnik, hogy tisztázódott, hogy Bátaszék lesz a rendező, és ide fogjuk várni ezeket a városokat, illetve fiataljait, delegációit, és hát ránk esik a megrendezésnek a joga, meg hát persze a feladata is, ami nem kis dolog, az elszállásolás, az étkeztetés, a játékok, a versenyeztetés, a zsűriztetés, tehát egy csomó olyan dolog, ami tulajdonképpen ezzel jár egy ilyen rendezvény megrendezésével. A méhészet és a szántóföldi növénytermesztés összehangolt együttműködésére van szükség ahhoz, hogy ne érje kár a méztermelőket minden évben. Ezt mondták a felszólaló szakértők a szekszárdi AM DASZK Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskolában tartott méhészeti szakmai napon. Az eseményre az iskola fennállásának 90. évfordulóját ünneplő programsorozat zárásaként került sor. Milyen együttműködési lehetőségei vannak a méhészetnek és a mezőgazdaságnak? Erre a kérdésre keresték a választ az AM DASZK Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskolában felszólaló előadók. A mezőgazdaságban használt növényvédőszerek hatalmas károkat okoznak a méhészeknek, a vegyszerek legtöbbje ugyanis mérgező a méhekre. Nagyon bízunk abban, hogy ezt valamilyen szinten meg fogjuk tudni oldani, hogy egy együttműködéssel, hogy minimálisabbra csökkenteni ezeknek a káros vegyszereknek a hatását. Az előadók között biológus és bioméhészettel foglalkozó szakember is felszólalt. Ő azt mondja, ahhoz, hogy a méhészek ne szenvedjenek évről évre károkat a növényvédelem miatt, mindenféleképpen a két ágazat összehangolt együttműködésére van szükség. Mind a két félnek kompromisszumot kell kötni, és állandó egyeztetéseket, állandó megbeszéléseket és állandó kísérleteket kellene végezni, nem egymásra sarat dobálni, hanem igenis leülni az asztalhoz, és megbeszélni, hogyan tovább.
Az előadásokra az iskola megalapításának 90. évfordulója alkalmából szervezett, egy héten át tartó programsorozat zárásaként került sor. Az intézmény szakmai főigazgató helyettese szerint fontos, hogy a diákok a mezőgazdaság különböző területein dolgozó szakemberek különböző tapasztalataival részletesen ismerkedhessenek meg. Én úgy gondolom, hogy mezőgazdasági iskola révén, valamint örökösökör iskola révén fontos, hogy a általunk kikerült, vagy tőlünk kikerült diákok úgy tudjanak gazdálkodni, hogy mellette a méhészek is tudják folytatni a tevékenységeiket. Az évforduló alkalmából szervezett programsorozat részeként a zárónapon nem csak a méhészettel kapcsolatos előadásokat hallgathattak a diákok. A rendészeti képzésben tanulóknak katonák tartottak beszámolót missziós kiküldetésekről, és éles fegyverrel is volt lehetőségük lőni a tanulóknak. A Tolna megyében működő sajtóorgánumok képviselőivel találkozott a Tolna megyei közgyűlés vezetése. Fehérvári Tamás elnök azt mondta, a megyei önkormányzat számára fontos a médiával ápolt jó kapcsolat, hiszen így módon tudnak kommunikálni a lakossággal, és megmutatni többek között mindazokat a fejlesztéseket, melyek a megyében zajlanak. A megyei közgyűlés elnöke szerint évek óta korrekt a kapcsolat az itt működő média és a megyei vezetés között. Médiával való hírek ugye mindig arról szólnak, hogy most mennyire hasznos, mennyire fontos, Én azt gondolom, hogy a média mindennapi életünknek a részei attól függ, hogy többet számol, vagy egyesbe akarunk fogalmazni, és nélküle nem fogunk eljutni minden emberhez. Sőt, az emberek jelentős részét ki kell, hogy hagyjuk. Mennyivel egyszerűbb. Így megvan a dolog, és segítenek nekünk, mi meg megköszönjük ezt. Regionális híreinkkel folytatjuk. Alelnök választás, bizottságok felállítása, területfejlesztés, ülésezett a Baranya megyei közgyűlés. Kötelező a regisztráció, 2020-tól indul a szálláshelyekkel kapcsolatos adatszolgáltatás. Műfogsor, luxusautókulcs, mobiltelefon, gyűjtemény a csatornából. Alelnök választás, bizottságok felállítása, területfejlesztés. Többek között ilyen kérdésekben döntött a Baranya megyei közgyűlés. Ebben a ciklusban Dunai Péter látja el az alelnöki feladatokat, és a 4 állandó bizottság tagjait is megválasztották. Továbbra is az egyik legfontosabb célkitűzés a területfejlesztési programok folytatása. 14 napirendi pontot tárgyalt a Baranya megyei közgyűlés csütörtökön. A képviselők több fontos kérdésben is döntöttek, többek között a bizottsági struktúra felállításáról is szavaztak a politikusok. 4 bizottság segíti a megyei közgyűlés munkáját a következő időszakban. Miután a Baranya megyei önkormányzat egyik legfontosabb feladata a megyei területfejlesztések kérdésköre, hogy a következő időszakban is lesz területfejlesztési bizottság, valamint pályázati döntéselőkészítő bizottság, mindkét bizottságban biztosítottuk az ellenzék számára a képviseletet, sőt alelnöki posztot is kaptak. Új állandó bizottságként működik ezentúl a Baranya megyei értéktárbizottság, amit egyhangulag megszavaztak a képviselők. Emellett megválasztották a megyei alelnököt is. 11 érvényes szavazata Dunai Péter tette le az ünnepélyes esküt és iktatták be posztjára. Dunai Péter a következő ciklusban a közgyűlés elnöke által kijelölt feladatokban nyújt segítséget. Itt elsősorban a megyének a fejlesztéséről van szó. 301 település van Baranya megyében, és hál' Istennek a kormány támogatásának köszönhetően rengeteg pályázati rendszer van, ahol ezeket a településeket fejleszteni lehet. Gondolok itt például a Magyar Falu programra, amilyen lehetőségünk van a megyén keresztül, természetesen ezeket a településeket segíteni fogjuk ebben a munkában. Az ülés további részében olyan témákat vitattak meg a képviselők, mint a megyei SMS, a 2020-as munkaterv, illetve a TOP támogatotti körében felmért többletforrás igénykérelmek. A Baranya megyei önkormányzat legközelebb január 23-án tartja újabb közgyűlését. December 1-től kötelezően regisztrálnia kell a magánszálláshely, kemping és üdülőház szolgáltatóknak is. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ oldalán a szállodák és a panziók már korábban megtették ezt. Így 2020. január 1-től a szektor minden ágazatában elindulhat az adatszolgáltatás. Balatonföldváron ezzel kapcsolatban tájékoztatták a szakemberek az érdeklődőket.
A magyar kormány 2030-ig szeretné megduplázni a turisztikai ágazatban az eltöltött vendégészakák számát, valamint szeretnék elérni, hogy a nemzeti hazai össztermék a GDP 16%-át ez az ágazat adja. Ennek érdekében került sor már az év elejétől a szálláshelyek digitális adatszolgáltatási kötelezettségének bevezetésére, amelynek újabb mérföldköve most a magánszálláshely, valamint a kemping és üdülőházat üzemeltetők december 1-ével történő regisztrációja. December 1-től tudnak regisztrálni a magánszálláshelyek, illetve rajtuk kívül még az egyéb szálláshelyek, közösségi szálláshelyek, kempingek. Ők azok, akik az utolsók a sorban, és egészen december 31-ig tudják megtenni ezt a regisztrációt, és január 1-től pedig adatszolgáltatási kötelezettségük lesz. Most decemberben igazából annyi teendőjük van, hogy ezt a 10, maximum 15 perces regisztrációt otthonról elvégzik, és az adatszolgáltatás csak akkor van szükség, ha szálláshely nyitva is van. A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy a regisztráció ügyfélkapuval lehetséges, tehát akinek még nincs ügyfélkapuja, első lépésként azt kell intéznie valamelyik kormányablaknál. Az adatszolgáltatás bevezetése a turisztikai szakemberek szerint több eddig nem mérhető információhoz is juttatja majd akár a települések vezetőit, akár az ágazat szereplőit is. Óriási jelentőséggel bír ez a rendszer, hiszen ennek megfelelően tudjuk majd napi szinten valós időben monitorozni a vendégeket, tudunk majd turisztikai terméket fejleszteni, tudunk majd információkat, kampányokat visszacsekkolni, ami bízunk benne, hogy a hatékonyságát fogja növelni a Balaton marketingjének, és remélhetőleg még fizetőképesek, még intenzívebben szolgáltatásokat igénybe vevő vendégeket fogunk tudni a desztinációba csábítani. A január 1-től induló digitális adatszolgáltatás országosan mintegy 46 ezer szálláshely szolgáltatót érint. Mit jelent vállalkozóként dolgozni, milyen adózási, könyvelési ismeretek szükségesek ehhez, hogyan adhatjuk el saját termékeinket? Ezt tanulják meg többek között azok a kreatív álláskeresők, akik részt vesznek a Baranya megyei kormányhivatal önindító programjában. A kormányhivatal már 2013 óta az országban egyedülálló módon ezzel a programmal segíti a regisztrált álláskeresőket, hogy önálló vállalkozást indítva kerüljenek vissza a munkaerőpiacra. Lezárult a Baranya megyei kormányhivatal 2018-ra kért önindító munkaerőpiaci programja. Összesen 12-en vettek részt a mostani képzésen, jelentették be csütörtökön. A program egy fél éves képzéssel indul, ami egy vállalkozási ismereti képzést jelent, hogy azt tanulják meg tulajdonképpen az álláskeresők, hogy a sikeres vállalkozást hogy lehet működtetni és fenntartani, majd ezt követően tőkejuttatásra pályázhatnak a kormányhivatalhoz, illetve egy 6 havi minimum álbér összegének megfelelő támogatást kérhetnek szintén tőlünk. A tőkejuttatás 2 millió forint. Ebből indulhatnak el a vállalkozások, amiket legalább 3 évig működtetniük kell, ha igénylik a 2 millió forintot. A vállalkozások alapja egy jó ötlet, egy olyan tevékenység, amit megvizsgálnak a szakértők. Ha életképesnek tartják, akkor a jelentkező bekerülhet az önindító programba. A 2018-as évi programban nagyon színes volt a paletta a vállalkozások indítása kapcsán, hiszen rengeteg fajta tevékenységgel indultak. Volt közöttük egy festő is, aki például szeretett volna az eddigi alvállalkozói létből kilépni, és most már saját vállalkozást indítani, de egy cipészmester is elindult a képzéssel, illetve kézműves jellegű tevékenysége, kézműves oktatás, tehát minden nagyon-nagyon széles volt a paletta. Már 2013 óta minden évben elindítja az önindítót a Baranyai Kormányhivatal saját források felhasználásával. Azokat a kreatív, nyilvántartott álláskeresőket célozzák meg, akik önálló vállalkozást indítanának a saját üzleti elképzeléseikre alapozva. Őket segíti az országban egyedülálló módon a megyei kormányhivatal oktatással, anyagi juttatással. Cél, hogy visszakerüljenek a támogatottak az elsődleges munkaerőpiacra. Hosszú távon pedig az, hogy erősödjön a helyi gazdaság. Vadonatúj vezetékek gyűjtik már Pécs szennyvizét a Mártírok útja alatt, ahol több szolgáltató is dolgozott a nyáron. A régi, nagy átmérőjű csövekből a felújítás során rengeteg oda nem illő tárgy került elő. A meghökkentő relikviák a napi 5000 köbméternyi szennyvízzel sodródva ültek le a vezetékek aljára. Ezek közt akadt golflabda, mobiltelefon, kulcs, számos plastikkártya, sőt még egy Mercedes sluszkulcsa is. A csatornában talált tárgyakból mini kiállítást is berendezett a pécsi szolgáltató.
Ezek azok a tárgyak, amiket a Mártírok úti szennyvízvezeték felújításakor találtak a szakemberek Pécsen. Műfogsor, mobiltelefonok több generációja, egy luxusautó indító kulcsa többek között. Ezek a tárgyak a Mártírok útja alatt futócsatorna egy kilométernyi szakaszáról kerültek elő. A régebben talált tárgyak, játékok egy kis vitrínbe kerültek a Pellérdi úti szennyvíztelepen. Köztük Tomasz a gőzmozdony is. Hozzájuk csatlakoznak a nyári munkák alatt talált tárgyak. Ezek a friss fogások Pécs egyik legnagyobb gyűjtőcsatornájából kerültek elő a felújításkor, mielőtt az új vezetékeket befűzték volna a régi 90 éves csőbe, a szakemberek átmosták az adott szakaszt. Más relikviák a dugulás elhárításkor vagy aknatisztításkor bukkannak fel, hiszen ezek a nem lefolyóba való tárgyak komoly üzemzavart problémát tudnak okozni a rendszerben, még Tomasz a gőzmozdony is. A csatornában fennakadt evőeszközökből műtárgyak készültek, madarakat hajtogattak belőlük. Ennek a kiállításnak nagy sikere van a látogatók között. Sokan nem értik, hogyan kerültek ilyen tárgyak a szennyvíz csatornába. A tapasztalat alapján, ami bele tud esni, az általában bele is pottyan. Például a konyhai menzai hulladékkal sodródik a telepre naponta tucatnyi evőeszköz. Vannak olyan tárgyak is, amelyek viszont szándékosan kerülnek bele. Pár éve visszajuttattunk egy éppen maradt kanadai jogosítványt a tulajdonosának, aki elmondta, hogy több hónappal azelőtt lopták el az iratait, a tolvaj feltetően így akart megszabadulni a számára értéktelen iratoktól. A kiállítással arra akarják felhívni a figyelmet, hogy tudatosabban használják a szennyvíz csatornát az emberek. Ne dobjanak mindent, például a WC-be. Naponta egyébként közel fél tonna szilárd hulladék akad fenn a pécsi szennyvízrendszer szűrőin. Köztük voltak ezek a most bemutatott tárgyak is. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Duplán teljesítették a célt, több mint 200 főt sikerült munkához juttatni Tolna megyében. Előbb kezdenék a földmunkát, finn mintát alapul véve gyorsítaná a kormány Paks 2 építését. Évtizedes problémát rendeznek, felújítják a Szekszárdi Szakképzési Centrum egyik városközponti épületét. 2020 nem a Kánaán éve lesz Dombóváron, hitelfelvételről döntött a képviselőtestület. Tolna megyében szombaton erős lehűlés kezdődik, fagyos idő, nagyrészt derült ég lesz jellemző. Csapadék vasárnap estétől valószínű, itt még eső formájában. Mára megköszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, viszontlátásra!